Szlovákia. Területe majdnem 1000 évig a történelmi Magyarországhoz tartozott. Trianon után Csehszlovákia része lett. 1993 óta önálló állam. Közel 5,5 millió lakosa van, ebből 2011-ben 458 ezer vallotta magát magyar nemzetiségűnek. A két nép kapcsolatát az elmúlt évszázadok eseményei megterhelték. Vajon ezek a sérelmek tovább élnek-e az emberekben, és ha igen, hogyan? Mit gondolnak ma a szlovákok a magyarokról? Milyen a szlovák-magyar viszony? Magyar az az ember, aki ide jön, és azt hiszi, ez az ország miénk volt, és mi vissza akarjunk. Časom bola v Leviciach, bola som v Dudinciach na liečení a to je vlastne maďarská oblasť. No a prišla som si kúpiť do Levíci, šla som si dať vlasy urobiť a kúpiť tie rožky. A vrím, dobrý deň, pečivo máte? Ne, mirtem. A vrím, krucinál? Sme na Slovensku, alebo sme kde? Občas máme s nimi a oni s nami problémy. Prečo? Tak, ktoré vyplývajú z histórie možno. A sa to prenáša do súčasnosti. Tak ako keď sa rodiny dve pohnevajú, tak sa hnevajú aj vnúci. Nech ti nevadí, že zúši... Hogy a felvidéki magyarságról milyen kép él a szlovák közgondolkodásban, arra egy példa a Szomszédok című nagy sikerű szlovák szappanopera. Főszereplői egy magyar és egy szlovák házaspár. Az első részben a kissé bugyutának tűnő magyarok büszkén hívják át szlovák szomszédaikat abból az apropóból, hogy a feleség, Ildikó Komárom, megtanult szlovákul. Ildikó, naučila po slovensky! Dáš si na vajcia likér? Ildiko, vidieť, vajcový likér. Bude teplá. Vajcový likér, ne, no, ešte posledné. No, posledné, štikot, no. Sama som sa urobila. No. Aj ty? Ildikót a népszerű szlovákiai magyar színésznő Rák Viktória alakítja. Nem minden felvidéki magyarnak nyerte el a tetszését, hogy a komédia egyik fő humorforrása a magyarok esetlensége és gyenge szlovák nyelvtudása. Voltak negatív hozzászólások is. Mi volt a bajuk azoknak, akik negatívak voltak? Hát az, hogy miért szégyenítem a magyarokat ezzel, meg hogy miért csinálunk hülyét a magyarokból, meg hát ez volt főleg, de hát szerintem nem erről szólt ez a szituációs komédia, hanem arról, ahogy tényleg élnek a magyarok a szlovákokkal. Azt kell mondanom, hogy az, ami itt volt, ez... Most lehet, hogy sokan megköveznek, de ennél durvább helyzetek is vannak. Tehát, hogyha jól értelek, akkor a szlovákok esetében az gyakran köznevetség tárgya, hogy az itteni magyarok mennyire nem tudnak szlovákul. Hát igen, mert sajnos ez a téma ez mindig van, és mindig is lesz szerintem, hogy ugye mi itt élünk Szlovákiában, magyarok vagyunk, bár, de nem mindenki beszéli jól a szlovák nyelvet. Bár a sorozat egyesek szerint közelebb hozta a magyarokat a szlovákokhoz, mások szerint csak erősítette a már meglévő sztereotípiákat. A többségi társadalomban van egy ilyen közhangulat, amelyik a magyarokra úgy tekint, mint egyrészt veszélyforrásra, másrészt egy ilyen megbízhatatlansági tényezőre, és kicsit le is néznek minket. A csosziti magyar kérdést használják, vagyis, hogy magyar vagy, Ali, az hülye vagy, nem tudod rendesen megcsinálni, képtelen vagy rendesen elmondani? Szinonimájaként használatos ez a kérdés. Akkor vagyunk mi rendben, hogyha picit lejjebb vagyunk. Tehát a kialakult a többségi köztudatban egy olyan kép a magyarokról, hogy mi iskolázatlanabbak vagyunk, vidékiek vagyunk, kicsit olyan földhöz ragadtabbak vagyunk, olyan egyszerűbbek vagyunk, buták vagyunk, viccesek vagyunk, mert van egy vicces akcentusunk, amin nagyokat lehet röhögni a szilveszteri műsorokban. És kicsit olyan, mi vagyunk a szlovák gyapott ültetvényeknek a fekete munkásai, vagy hogy mondjam. Ilyen 6 éve szlovákokkal élek, gyakorlatilag
echte szlovák egyetemre jártam, szlovák barátaim voltak. Amíg nem merül fel a magyar kérdés, addig tökéletesen rendben vagyunk, tudunk egymással azonosulni és szeretjük egymást. Hát és amikor felmerül a magyar kérdés, akkor megbeszéljük, hogy ezt a témát napoljuk. Körülbelül így vagyunk a szlovák barátainkkal. Ha eszkalálódik a szituáció, akkor sokszor a barátság végét is jelentette, volt már egy ilyen esetem. A szlovák történelem oktatás igen érdekes. Bármilyen történelmi kérdés felvetődött, akkor az 1000 éves elnyomásig jutottunk, ami lehet, hogy bennük kiskorban egy olyan meghatározó élmény, ami alapján ők aztán ítélnek egész életük során. Teljesen más szemszögből közelítjük meg a dolgokat. Nekik vannak, úgy érzem, hogy teljesen irreális félelmeik, és nem hiszem azt, hogy ezt akár egy 5 vagy 10 perces beszélgetéssel, vagy akár egy fél éves együttéléssel meg lehetne változtatni. 20 év alatt nem léptünk előre semmit, sőt a fiatalok körében a felmérések szerint még rosszabb a magyarság kép. Bele kell vágni, végre is el kell kezdeni ezt a munkát, ami idáig a legnagyobb hiányossága véleményem szerint a szlovákia magyar társadalomnak, hogy nem folytatott effektív kommunikációt a szlovák félelem. Vitaj, milý, z ďalekej krajiny, aký je si mi priniesol. Podhorje egy kis észak-szlovákiai falu, Pozsonytól mintegy 200 kilométerre. 800 lakójából csupán egyetlen egy magyar, Marosz Diana. Törzsgyökeres budapestiként szlovák szakra jelentkezett az egyetemen, így ismerkedett meg szlovák férjével, Jankoval. 9 éve él itt, 2 gyerekük van. Mióta a Sebőke iskolás, azóta van. Mi? Az, hogy mondta nekem az iskolában, hogy anya, most ne beszélve magyarul, mert az osztálytársaim kinevetnek. Tehát ilyen volt, de én akkor azt mondtam neki, hogy én akkor is magyarul beszélek, tehát én bízom benne, hogy ezt így valahogy áthidaljuk. És olyan is van, az Ajnus az oviban tanítja magyarul az ovis társait így viccből, tehát... Igen, én már egyik barátomat elkezdtem tanítni magyarul, például azt tanítottam meg neki, hogy itt van neked a szilva, meg itt a szilva, és még azt is megtanítottam neki, de csak egyszer mondtam neki, hogy szar. Azt nem mondja, Sebi. Csúnya szavakat? De csak egyet. Hát egy még talán belefér. Például leszbikus, azt nem tudom. Na, jaj, ezt ugye kivágjuk. Diana szerint egyáltalán nem könnyű az élet egy színszlovák faluban, egyedüli magyarként. Az általános reakció az, hogy ők nem csodálkoznak azon, hogy én tudok szlovákul, mert hát egy magyarnak tudni kell szlovákul. Tehát ez... Szlovákiai magyarnak. Igen, tehát őnekik nem esik le, de még akkor sem mondom, hogy én budapesti vagyok. Nem, ők azt hiszik, hogy Budapesten is tudnak az emberek szlovákul. De tényleg, tehát ilyen nem találkoztam. És ezért én ugye nagy-nagy van az voltam, hogy majd mindenki hasra esik, hogy jaj, de szépen beszél, megtanult szlovákul, á nem. Milyen kép él itt a szlovákokban a magyarokról? A szlovákokban a magyarokról? Hát hallottam például olyat, amit nagyon felháborodtam a férjemnek egyik tanár munkatársától, hogy magyarok, cigányok, egyre megy. Ez ennyi. Tehát a magyarok, cigányok, kész. Itt, ahol nem is láttak életükbe élő magyart, itt ez úgy benne van, beléjük van valahogy ivódva, tehát ezek az anekdoták, hogy a nagyapámat verték nádpálcával, mert nem tudta a mi atyánkot magyarul, ezt így hallja az ember így az emberektől. Az a furcsa, hogy én mind a két oldalt meg tudom érteni, meg bele tudom élni magam. Tehát én bele tudom élni magam egy szlovák bőrébe, azért már elég régóta élek itt, és például most már, ha egy magyar azt mondja, hogy felvidék, az arra én is nem azt mondom, hogy harapok, de érzem, hogy ezt a szlovákok, hogy ezt nagyon utálják, ezt tudom, és már bennem is van egy ilyen, hogy érzem, hogy ó, azért én ezt nem használom, ezt a szót például. Pedig nem volt már semmi bajom, tehát régen én is használtam, hogy felvidék, meg abszolút nem éreztem benne semmit, de most már értem, hogy miért érzik a szlovákok ezt rossz szónak, vagy helytelen. Mert ugye ők ebből azt érzik, hogy a magyarok erre a területre máig is úgy tekintenek, hogy ez a miénk.
Bár a történelem összeköt minket a szlovákokkal, a nézőpontjaink gyakran meglehetősen eltérőek. Pozsony több mint 300 évig volt a történelmi Magyarország fővárosa. 1848-ig a Magyarországgyűlés székhelye és koronázóváros. Itt koronáztak több magyar uralkodót, például Első Lipótot és Mária Teréziát is. ...2003 óta minden nyáron a koronázásokat felelevenítő ünnepséget rendeznek Pozsonyban. Körbehordozzák a Szent Istváni koronát és újra játsszák a szertartást. Az esemény már a komoly turista látványossággá vált. Že dějiny Uhorska sú i našimi dějinami, ako sú dějinami Maďarov, Chorvátov, Srbov a všelikterých iných tých, ktorí žili v tomto priestore v čase, keď ešte národy nevedeli tak veľmi, že sú národy, ale vedeli, že tu žijú a že toto je ich domovina. A to všetko bolo v tom tégliku Horného Uhorska. A myslím si, že na to môžeme byť právom hrdým, pretože všetci tí, čo tu boli, i moji predkovia, i vaši predkovia, sa na tom podielali. Míg Slovákul Magyarországot Magyarskonak hívják, addig a történelmi Magyarországra kizárólag az Uhorsko elnevezést használják. My sme žili v Uhorsku, ale nežili sme v Maďarsku. Pre nás je to veľký rozdiel. A nevedia o tom Maďari, nepoznajú to. Lebo nemajú tieto dva termíny rozličné. Ten pojem Uhorsko nie je nejako urážlivý, ani nikomu nič neuberá. Ale ako som uviedol na príklade Liptovského Mikuláša alebo Dolného Kubína. Proste prehlásiť pred tvárou dejín, že sa jedná o maďarské mestá, je smiešne. Je tak smiešne, ako keby Maďari chceli prehlásiť Fiume za maďarské mesto. Ako my to musíme volať uhorské, nemôžeme to volať maďarské, lebo jednoducho tým, ako keby sme sa my z toho vylúčovali. To... Lebo uhorské dejiny nie sú... Áno. Mm-hmm. Slovenčine, to je dôležité. Slovenčine, keď toto povie, že to sú maďarské dejiny, tak to bereme z toho užšieho hľadiska, že tie, mm-hmm. tie maďarské dejiny, ktoré sú viazané na maďarské etniku. Kornováci sú niež naši, ako patrí to Bratislave. A vy nám to závidíte, ja to cítim aj mnohí, že... A my sa vlastne do druhej strany píšime, že tie pamiatky, ktoré sú spojené s Kornováciami, sú tu v meste. Dom svätého Martina, kde boli Kornovácie, Františkánsky kostol, kde boli pasovania rytierov, tá Kornovačná cesta. Čiže to sú Cekešvéhervár, tam je ruiny, tam sú ruiny z toho korunovačného chrámu. Tomu mi dopomáhaj Boh a s ním všetci svätí. No čo v tých dejinách? Kto má iný názor, tak ho musíme zoťať, vyťať alebo vyhnať. Hej. Kto má iného Boha, musíme ho zoťať, vyťať toto. Alebo kto má viacej peňazí, musíme toto všetko. Hej. Vlastne neexistuje alternatíva. A potom tí ľudia, ktorí sa toto učia od malička, keď sú veľkí a zodpovedajú a rozhodujú, no tak nepoznajú iné riešenie. Zoťať, vyťať, vyhnať. Hej. Čiže na jednu stranu áno, učíme sa dejiny, máme sa z nich poučiť, ale ja pozerám 2000 rokov, 3000 rokov dejiny a nik sa neponaučil, nik sa nenaučil. Furt sa to rieši zohnať, vyhnať, vyťať, zničiť. Prečo pre pána Jána? Rozdeľuj a pánuj, to platí. Veľké národy, Nemecko, Francúzsko, proste zavelia a všetci ostatní musia sklopiť uši a poslúchať. Pretože tam je tá sila. My sme rozdelení. A myslím si, že to bola aj to chyba. Myslím, že mali by sme my, tá história by nám mohla pomôcť. Že aby sme si našli cestu k sebe, aby sme dokázali viacej spolupracovať. Viacej komunikovať, viacej sa chápať, počúvať a spoločne sa zasadzovať za naše veci, za našich ľudí. Igor, hore! Bol! Pozsony, német nevén Pressburg, jellegzetes határváros, ahol századokon át keveredtek a népek, nyelvek és eszmék. Lakói büszkék voltak rá, hogy városuk háromnyelvű, német, magyar és szlovák. Itt él Petra Nagyová Dzserengová, a Magyarországon is ismert szlovák bestseller írónő, aki mellesleg Pozsony alpolgármestere. Hogy lehet az, hogy Pozsony alpolgármesternője tud magyarul? Szlovák vagy? Igen, szlovák vagyok, a szlovák családból származok, a szüleim nem beszélnek magyarul, nagyszülei se.
És a szerelem miatt. Magyar fiúval találkoztam, férhez mentem, és beiratkoztam a tanfolyamban, és megtanultam magyarul. Négy gyereked van. Igen. És a gyerekek hogy beszélnek? Hogy beszéltek a gyerekekkel? Hogy vagy ez a család? Hát úgy van beosztva, hogy én beszélek szlovákul, és a férjem csak magyarul. És a gyerekek nagyon tökéletesen minden ketten nyelven beszélnek. Sőt, a magyar óvodába járták, és magyar iskolába is járnak, és nem is sajnálok, nagyon tetszik. Hallottuk, hogy mit így jön a parlamentből. A magyar fiú, aki azóta a férje, a szintén politikus Nagy József. Az óvárosban élnek, itt nevelik négy gyereküket. A környezetetek, a közegetek, az hogy fogadta ezt a vegyes házasságot? Hogy volt valami ellenállás? Mi egy abszolút tiszta magyar család, mind a két oldalról vagyunk, habár az egyik oldalról, a másik oldalról is Tóth nevű elődeink vannak ilyen negyedik soron, úgyhogy az se lehet, hogy azért annyira véletlen, de Magyarországról származnak, Vas megyéből, és hát volt egy mondja ilyen... Mondja igazat. Volt, igen, az édesapám. Az kérdezte. Az azért mondta, hogy hát nem tudsz magyar lányt találni, tényleg, hogy nincs egy se, és hogy tudod, hogy nem azért, mert hogy gond van, de az a nehézség, akkor két nyelven beszélni, hogy ő is értse, akkor ő neki majd úgyis meg fog kellene tanulni, hogy nem egyszerűbb már mégis magyar találni. Hát így jött össze. Igen, én is kaptam olyan kérdést. Milyen kérdést? A magyar, nem, valamilyen rendes szlovák nincs. Hogyan lesz a nyelvvel is, akkor mondtam, hogy megjegyezünk valahogy is, meg is jegyeztünk. Általában az államnyelven úgyis megtanulnak, tehát az kikerülhetetlen dolog, viszont ha a szlovák iskolába fognak járni, akkor se a magyar történelmet, se a magyar irodalmat abszolút nem fogják ismerni. Tehát az annyira van egy szlovák iskolában tanítva, mint a lengyel irodalom, vagy a bármelyik más. Úgyhogy kapnak két teljes identitást, még amúgy valóban csak egy konyha nyelv. A szlovákok mindig nem volt saját országod, és mindig érzetek, hogy valaki nyomta őket. Azért és nincs olyan nagy önbizalom, mint mondjuk magyaroknak. Myslím si, že veľa viac máme bližšie povahou k sebe. A to je určite aj vďaka tomu, že sme tu spolu žili dosť dlho, aj bez konfliktov, až keď v tom 18. 19. storočí sa začala tá národnostná otázka zdôrazňovať, kto je národ, dovtedy to bol štát. A Slovákok azt mondják, hogy 1000 évig nyomtatok-e bennünket, hogy mi azt mondjuk, hogy hol a Trianon, meg a mi, hogy kerültünk mi egyáltalán Szlovákiába. Én azt mondom mindig, hogy nézzétek meg, amikor a franciák és a németek két háborúban 20 év alatt gyilkolták egymást, és már 53-ban már ki tudták mondani, hogy közös Európában akarnak élni. És a nagy nemzetközi cégeket tudtak kialakítani, amik éppen a gazdaságnak, sőt a nemzetbiztonságnak alapjait képezték, tehát a vasműveket egyesíteni tudták, hogy erre kéne nekünk is képesek lenni, tehát túllépni azon a múlton és a sérelmeken. Magyarország nemzetiségi politikája a monarchia széthullása előtt a francia nemzetállami mintát követte. 1910-ben a magyarság aránya az összlakosság létszámát tekintve 55% volt, a szlovákságé összesen 11%. A magyar királyság magyarosítási törekvései a szlovákokban csak növelték az ellenállást, és táplálták a szlovák nemzeti mozgalmat. Amikor 1920. június 4-én, 3:45-kor, a Trianon nevet viselő szerződés alá odaírtam a nevemet, tudtam, hogy a szlovák nemzet elszámolását írom alá a volt Magyarországgal. Elszámolást az elejétől a végéig nemzetem vérével, szenvedésével és nyomorúságával aláírt szerződésekért. Az ilyen elszámolás örök. Stefan Oszuszki nagykövet, a trianoni békeszerződés csehszlovák aláírója. A szerződést aláíró Stefan Oszuszki dédunoka öccse, ma Pozsonyóvárosának alpolgármestere. Pravda je, že tých posledných 40-50 rokov existencie Rakúsko-Uhorska vyhrotilo vzťah obyvateľov Slovenska, slovenského pôvodu, k svojej časti monarchie. To znamená, pre nich bol Trianon to, čo o ňom povedal presne vzaté môj prastríc. Že v ten deň dnes som podpísal zúčtovanie. To bol záverečný účet s jeho životom, lebo on mal i takú zvláštnu životnú príhodu, o ktorej sa vie v našej rodine a vie sa o nej trošku aj medzi historikmi. Na gymnáziu bol eminentný študent. A keď prišiel školský inšpektor, tak sa ho
spýtal, teda chodil po inšpekcii po triedách a predviedol pán triedny profesor môjho prastrýca ako vzorného s veľmi dobrými vedomosťami. A ten sa tak uznanlivo pýtal, a ty si odkiaľ? On hovorí, ja som Slovák z Brezovej pod Bradlom. A na tomu ten inšpektor povedal, nie si Slovák, si Maďar. Na tomu povedal, nie, ja som Slovák. A na to podľa legendy, stric mal vtedy 15, či 14, či 16 rokov, to už presne neviem, mu ten vyťal. A rodinná legenda hovorí, že stric mu vrátil. To malo za následok, že bol Štefan Osuský ako dobrý študent vylúčený zo všetkých stredných škôl v Uhorsku. Navždy. Mám taký pocit, že v Maďarsku stále časť intelektuálnych, ale aj politickej elity nevyrovnala s trianonskou traumou. Čo môžeme do istej miery chápať, lebo to nebolo zase len tak. Ale na druhej strane uplynulo 94 rokov a boli aj iné krajiny, ktoré kedysi v minulosti mali podobné postavenie, ako malo Uhorsko. No škoda, že maďarskému divákovi je ťažké pretlmočiť ten rozdiel medzi Uhorskom a Maďarskom. Vy dobre viete, aký veľký rozdiel je medzi tým. A aj Švédi boli kedysi veľkým a mocným kráľovstvom a mali pod sebou Norsko a mali pod sebou, ja neviem, ešte ďalšie severské krajiny, ale nesnívajú o tom, že akí boli ohromní v 17. alebo 18. storočí. A on, ako vieme, pôvodne sa mal v Trianone pri podpise stretnúť s grófom Aponím, s autorom školských zákonov, ktoré boli jednou z posledných kvapiek, ktorou u uvedomelej hrstky Slovákov pretiekol vzťah k Uhorsku. Sformuloval to i Andrej Hlinka, keď povedal, tisícročné manželstvo s Maďarmi sa nevydarilo. Myslím, že Hlinka tiež myslel posledných 50 rokov z toho manželstva. Ale keďže ľudia aj v manželstve sa rozvádzajú na základe nie svadobnej noci, ale skôr na tom, čo prišlo na konci pred rozvodom, tak takisto to dopadlo i s Slovákmi a Maďarmi v Uhorsku. To znamená, Trianon bol rozvodový proces. Bol rozvodový proces. Bolestivý, ale bol proste rozvodom, kde minimálne jeden z manželov to bilancoval tak, že chce ísť preč. Ako to niekedy býva muž či žena, v tomto prípade často ten druhý trvá na tom, že chce manželstvo zachovať. To bolo v tomto prípade Maďarsko. Ale Slováci toho, ako sa hovorí ľudovo, mali plné zuby. Tak sa rozviedli. Ez is egy létező szlovák álláspont. Pozsonykárt városában lakik az ismert szlovák politológus és író, a 81 éves Miroslav Kusi. Nézetei miatt honfitársainak egy része a magyar barát jelzőt ragasztotta rá. Tu nejde o to, aby sme našli rovnaký názor na Trianon. To asi nie je možné. Prečo? Pretože aj pohľad na Waterloo bude iný zo strany porazeného Napoleona a druhý zo strany Angličanov. Ten bol od začiatku iný a zostane rozličný. Ale ide o to, aby dokázal Slovák pochopiť maďarské stanovisko a Maďar pochopiť slovenské stanovisko. Pre Slovákov to bolo oslobodenie, áno, osamostatnenie, povedzme, hej. Zatiaľ, čo pre Maďarov to bol určitý zlom maďarskom kráľovstve. Maďari stratili tretinu územia. To bol vážny problém. A tretinu obyvateľov. A po neho zákony iste boli pomaďarčovacie, ale zďaleka to nebolo také drastické, ako napríklad, keď som to napísal, tak som dostal veľmi nenávisné ohlasy, ako napríklad vyháňanie Maďarov z južného Slovenska alebo riešenie maďarskej otázky po druhej svetovej vojne. To sa nedá porovnať. Szlovák-magyar viszonyt átszövik a szimbolikus történelmi harcok. Jó példája ennek egy barokk szobor Pozsonyó városában. A szobrot a Pozsonyi Városszépítő Egylet restaurálta 1898-ban. A kommunista időkben a magyar feliratot szlovák nyelvű táblával fették le.
Toto je nové, toto je novodané. Aha. A myslím, že som počul, že vlastne pod tým je text pôvodne, akože Požon se v Városi Szépítő. Állítatta a Pozsonyi Város Szépítő egylet, tak. 1898. Prečo podľa teba tam napísali, že Bratislavský okrašľovací spolok? Keď hovoríme o dejinách Bratislavy, tak hovoríme, použijeme termín Bratislava. Jednoducho, to sa zaužívalo. Aj tento Bratislavský okrašľovací spolok v podstate nie je v histórii alebo v prameňoch, myslím v slovenských prameňoch, známy ako Prešporský okrašľovací spolok. On bol samozrejme väčšinou nemecko-maďarský za monarchie, čiže mal buď Pressburger Verschönerungsverein alebo Pozsonyi Város Szépítő egylet, tieto názvy, ale to, že Prešporský okrašľovací spolok, to nebolo. Tá terminológia je už ustálená. Keby si niekomu povedal Prešporský okrašľovací spolok, tak by ich nevedeli ako ľudia na Slovensku presne, o čo ide. A Slovák történész társadalom, történész szakma ezekkel a terminológiai kérdésekkel láthatóan iszonyú lazán foglalkozik, zavaróan lazán ahhoz képest, hogy például a magyar felvidék kifejezést, azt mennyire határozottan elutasítják, simán használják a szlovenszkó kifejezést, tehát a Szlovákia ország kifejezést a középkorban is, tehát megjelenik úgy egy könyv, hogy Szlovákia hadtörténete, vagy a középkori város Szlovákiában. És lehet, hogy ott van valahol az előszóban a szerkesztői megjegyzések között, hogy egyébként úgy kéne mindig írni, hogy a mai Szlovákia területén, de hát bonyolult lenne mindig kiírni. Tehát to isté, ako keby sme hovorili o tom, že akože Slovensko v stredoveku. Akože niečo, Slovensko ešte neexistovalo v stredoveku, lebo vtedy bolo Uhorsko. Ale termín Slovensko existovalo. To zase není pravda, že neexistovalo. Prameňo, no, sú ako bežne dostupné prameňe, samozrejme novoveké. V stredoveku sú listiny väčšinou teda po latinsky, ale v novovekých prameňoch, napríklad na Morave, sa bežne hovorí, že idem na Slováky, na Slovensko. Mm-hmm. Ten termín je už v 16. storočí bežne používaný. To zase není pravda, že to je novotvár s čarom zo štú. Ako územie. Uh-huh. Štát nie. Štát bolo Uhorsko. Uh-huh. Ale ako územie bolo Slovensko. Lehet, hogy a szakma azt mondja erre nagy szemekkel, hogy de hát tisztában vagyunk vele, hogy nem így volt, tehát nem gondoljátok, hogy azt gondoljuk, hogy Szlovákia akkor létezett. Az persze, az lehet, hogy ő tudja, de az, aki a történelmet felületesen tanulgatja, megveszi a boltba azt a könyvet, vagy csak iskolában, hogy tanulja, az nem fogja ezt így tudni. Tehát, hogyha egy tanár nem veszi a fáradtságot, hogy ezt mondja, akkor én nem látom, hogy honnan derül ki az új generációknak, hogy ez egy szervesen, nagyon szervesen egy történelmi Magyarország része volt. Most térjünk vissza Podhorjébe a Marosz családhoz, akik éppen ebédet készítenek. A házastársi kompromisszum jegyében a közös évek során Janko is megtanult magyarul. Janko, kérdezhetek fel valamit? Persze. De hogy jutott eszedbe neked a zsolnai szlovákként elvenni feleségül egy magyar lány? Nem tudtam, hogy magyar lány. Egyszer találkoztam kis templomban, katolikus, ezt tetszett neki, hogy hívő ember biztos. És utána, misi után rászólítottam. Megszólítottam. És mondtam, szia, én Janko vagyok. És kezdtem beszélgetni vele, és beszélt szlovákul folyamatosan. Kicsit volt akcentusa, azt gondoltam, hogy lengyel. És akkor te gyerekekkel szlovákul, Didó pedig magyarul beszél, ugye? Igen. Egy szülő, egy nyelven. Egy szülő, egy nyelven. És Ebivel hogy beszéltek egymás között? A szlovákról is, meg magyarul is. Más volt, amit gondoltál a magyarokról, ami előtt így családot alapítottál egy magyarral? Én csak arra emlékszem, hogy azon veszekedtünk egyszer, hogy ő azt gondolta, hogy magyar jobbágyok nem léteztek. Tehát, hogy a magyarok azok csak urak voltak. Igen. És ez nagyon csodálkozott, amikor közöltem vele, hogy magyar jobbágyok is léteztek. Igen, hát ő mondta, hogy ő nagymama nagyon szegény volt, így dolgozott. A földesúrnál, földesúrnál, dolgozott a nagymamán. Aki szláv származású volt, ugye Csajka. Ja, Csajkának hívták a földesúrat. Hát, hogy Janko, te azt gondoltad, hogy a magyarok azok kizárólag ilyen uralkodó, elnyomó osztály voltak. Igen. És a szlovákság volt, aki... Igen, aki dolgozott. És kapáltak a mezőn. Mégiscsak Zsolnán vagyunk. Ez Ján Szlota városa volt. Tehát egy erősen nacionalista politikus volt itt a polgármester nagyon sok évig. Hány évig volt Szlota a polgármester? 16 évig. Azért gondolom, hogy ő mindig is eléggé magyar ellenes volt, azt hiszem, hogy ezt ki lehet róla mondani. Hát, aki tanult, intelligens ember,
az nem hiszi, hogy ami Jászlóta mondja, az igaz. Csak egyszerű emberek, akik hiszik politikusoknak, persze gondolják, hogy hát itt van valami ellenség, itt van magyarok, akik azt hiszünk mi szlovákok, hogy magyarok tényleg akarnak visszavenni ami földet, ami országot, vagy pedig a szó autonómia, ez nagyon-nagyon erős szó, hogy autonómia az jelenti, hogy megint magyarizáció jön, megint mi fogunk itt szenvedni a magyar uraság alatt, és az mindenki fél tőle, ilyen egyszerű ember. És sajnos a mi történelmet nagyon rosszul van írva ez a magyarság szempontból. Tehát a magyar kérdés rosszul van tálalva a történelemkönyvekben, ezt mondod? Igen. Negatívan? Igen, negatívan. Egy másik családnál járunk északon. Steffenéknél mind a két fél szlovák. Tu na severe Slovenska môžem povedať, že vo všeobecnosti možno prevládajú také trochu protimaďarské emócie alebo názory, ktoré vlastne sú niektorými politikmi aj dosť živené u nás. Z vyprávania mojich rodičov, starých rodičov, boli niektoré veci, ktoré v histórii my ako Slováci teraz pociťujeme ako krivdu tým, že sme žili v Rakúsko-Uhorsku a v podstate v úvodzovkách povedané Maďari nám vládli. No a takže možno aj na základe tohto niekde v podvedomí je stále uložené niečo také, že ten maďarský národ nie je nám srdcu blízky. Tá maďarizácia možno, alebo výučba maďarského jazyka pred 100 rokmi, tak v podstate to bolo zažité ešte u našich starých rodičov. A možno oni, keď to prenašali na našich rodičov, tie spomienky alebo zážitky, tak v podstate ešte to žije v nás a ešte možno aj u tých jednoduchých ľudí môže pretrvávať ten strach, že čo ak sa to znova zvrtne a znova nastane ten čas, ktorý bol v minulosti. Takže ja tomu neverím, ale myslím, že mladá generácia už takto nerozmýšľa, ale že sa nebojí, no ale možno v takom tom podvedomí tých ľudí to stále je, lebo niektoré veci sa stali a ťažko ich vymazať. Tényleg asszimilálódtak a Slovákok, és mi mindent megtettünk azért, hogy ezt csinálják is. Ugye az iskolákat betiltottuk, az intézmények működését nehezítettük. Na most az akkori szlovák értelmiség számára ekkor mi jelentettük a fő bajt, és az, hogy mai napig megvan a szlovák értelmiségben és a szlovák identitásnak része a hungarofóbia, a magyar ellenesség, ez valahonnét innét származik. A trianoni döntéssel a helyzet megfordult, a magyarok kerültek kisebbségbe. Míg az első világháború előtt még több mint 880 ezer magyar élt a mai Szlovákia területén, számuk mára 458 ezerre csökkent. Kiderült, hogy az elmúlt 20 évben 108 ezerrel csökkent a szlovákiai magyarok száma. Kiderült, hogy naponta 17-tel csökken a szlovákiai magyarok száma. Určite nie je na Slovensku žiadna cieľená asimilačná politika, že niekto by perfidne sa usiloval, aby bolo čo najmenej Maďarov, lebo a magyarság fogyásának elsődleges okait Peter Weiss nagykövet a természetes migrációban és népességcsökkenésben látja. Való igaz, van egy nagyon erős demográfiai fogyás. Nem tudok pontos százalékokat mondani, de nagyjából ennek a 108 ezres fogyásnak ez a felét tette ki. Még mindig marad 50 ezer magyar, aki nagy részt az asszimiláció következtében tűnt el ebből az országból. A fiatalságot hogy tudnánk megfogni az identitás megőrzése érdekében? Az, hogy magyar kultúra a szó klasszikus értelmében nem mond már semmit a mai tizenéveseknek. Szlovákiában? Szlovákiában. Nem. Nyilvánvaló, az is egy szörnyű hiba, hogy mit értünk magyar kultúra alatt. Mert operettekkel, magyar nótákkal végigjárni, elnézést a nevek miatt nem szeretnék neveket mondani, de muszáj egy nevet mondani, a Lagzila is, és ilyen típusú műsorokkal végigjárni az országot, és ezen keresztül megpróbálni mobilizálni embereket a magyarság tudat mellett, vagy nemzeti identitás mellett nem lehet. Na jó, de hát nem csak de van a fiatalok között, nem csak Lagzila Csi van, szeretik Lajkó Félixet is, meg nem tudok kit mondani hirtelen, Rúzsa Magdi. Én azt szeretném megkérdezni, hogy mi az, amivel mondjuk 10 000 szlovákiai magyar fiatalt oda lehetne csődíteni, milyen esemény kellene, a 10 000 fiatal elmenjen valahova és együtt közösen
vagy kulturális esemény. Jól érezzék magukat. Ha 10 000-en nem is, de több százan minden évben ellátogatnak a szlovákiai magyar fiatalok egyik legnépszerűbb rendezvényére, a gombaszögi nyári táborba. A fesztivál 21. századi újraértelmezése az 1920-as években indult művelődési táboroknak. Lovász Attila a Szlovák Rádió és Televízió nemzetiségi adásainak vezetője. Egyéni és emberi tragédia mindig az, hogy az ember kisebbségben szocializálódik, mert valóban, ha eljut ahhoz a felismeréshez, hogy 10 éves korotáján, hogy ő más, mint a többség, és ő kisebbség, akkor ettől pillanattól kezdve minden más identitás rétegét ez a felismerés felülírja. Ezt fel kell dolgozni, és ezt valaki úgy dolgozza föl, hogy kicsit harcosabbá válik, valaki úgy dolgozza föl, hogy élmény, tehát megpróbálja kisajtolni belőle a pozitívumokat. Ebből vannak kevesebb. Igen, de ebben kevesen vagyunk. De azt, hogy lehet kezelni az averziót, az élményszerűségben nem rondít bele, hogy a bizonyos szlovákokat zavar az, hogyha valaki hangosan beszél magyarul az utcán. Ezt csak ugyanúgy tudom kezelni, mint az emberi butaságot. Hát, ha találkozom az emberi butasággal, akkor kezelhetetlen. Tehát vagy elfordulok tőle, jó, hát ha valaki pofon akar vágni, vissza kell ütnöm, de nem ez a jellemző egyébként, tehát nem, nehogy félreérthető legyek, azért itt azért nem vernek meg azért, mert magyarul beszélek. De igenis a tudtomra adták sokszor életemben, hogy jobb lenne, ha nem magyarul mondanám, és én ilyenkor úgy nem tudok levegőhöz jutni, mert ez ugyanaz, mint az emberi butasággal való találkozás, kezelhetetlen. És a szavakért van az a picirés, az ajkait közt a lőzsámban, te lőksz majd, elásul Jaguár. Az ajkait közt, amivel minden lőksz majd, elásul. Mi az, ami legjobban zavar az itt ki nem mondott dolgokkal kapcsolatban? Az most a 2012-ben a szlovákiai magyar kisebbségi léteddel kapcsolatban, ha van olyan, ami zavar? Ki a magyar? Tehát, hogy engem például ez zavar, erre nagyon sok mindent hallottunk a probléma identifikáció szintjén. Még nem jutott el a dolog a vitáig, erről beszéltünk most. Engem ez jelenleg zavar, hogy nem jutottunk el a... Nem értem, hogy nem tudod definiálni, hogy ki az, aki magyarnak számít Szlovákiában, ez? Te tudod? Azt a kérdést, hogy ki az igazi magyar, Budapest határozza meg 20 éve oly módon, hogy az éppen kormányon lévő politikai elit elképzelései szerint alakul az igazi magyarnak a képe Szlovákiában, Romániában, Szerbiában és a Kárpátalján. Most ez rendkívül módon erodálja a nemzettudatot. 70-es, 80-es években, hogyha elmentünk Magyarországra, akkor ott volt farmer, volt faszappan és faspré. A mindennapi élet számára szükséges tárgyak és kulturális termékek vonatkozásában Magyarország vonzó volt egy Gusztáv Huszák és Eszlovákiával szemben. Tehát nagyon könnyű volt azt mondani, hogy én magyar vagyok, mert mit szerettem volna egy olyan országban, ahol Jersey nadrágot akartak nekem eladni, amikor 16 éves voltam, hát ilyet föl nem vesz ember. Na most, ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy igenis létezik egy olyan igény az emberekben, a közösséghez tartozás igénye, hogy a sikeres többséghez akar tartozni. Na most itt van egy Szlovákia, ahol az NSZT és a Lemezt ugyanakkor kapom meg Pozsonyban, mint Budapesten. Ugyanazok a külföldi filmek jönnek be a mozikba, csak Magyarországon magyar szinkronnal vagy magyar felirattal működnek, Szlovákiában vagy szlovák szinkronnal vagy szlovák felirattal jönnek be, de ugyanazon a napon. Tehát már nincs az előnye Magyarország. Nincs a mindennapi élet és a mindennapi kulturális javak terén két ország között nincs különbség.
Az jutott eszembe még a himnusz, amikor a magyar himnuszról beszéltünk Jánkóval, hogy miről is szól, akkor annyira viccesnek találta, hogy a magyarok itt sopánkodnak, hogy őket elnyomták. Hát milyen hülyeség, ők voltak az uralkodó nemzet, és akkor minket nyomtak el, nem őket. Szóval, hogy tulajdonképpen ugyanaz a történet, tehát a magyarok is úgy tekintenek magukra, mint egy szegény, szerencsétlen nép, akit a sors állandóan. És a mi himnuszban van, hogy zastavte ich bratia, veď sa oni stratia. Hát ki az oni? Magyarok? Hát, szerintem mi ezt így értelmezzük, a szlovák himnusz. Míg Diana befejezi a gulyást, az alatt a többiek belenéznek az olimpiai közvetítésbe. Hát ez kajakoztak, és szlovákok lettek az utolsók, a magyarok meg az elsők. Akkor nem örülsz? De nem szurkoltál a magyaroknak? De miért? Szerintem ugyanolyanok, mint az oroszok. Milyenek? Olyanok, mint az oroszok. Azok milyenek az oroszok? Á, mindjárt megmennek. És ez nem jó? Á, nem. De te büszkének kell lenni, te is magyar vagy. Nem, szlovák vagyok. Szlovák vagy? Nem, szlovák. Á, szlovák magyar. Hát ha szlovák magyar vagy, akkor örülj egy picit a magyaroknak is. Hát, nagyon. A sérelmek okai tehát a közös múltban és annak eltérő értelmezésében keresendőek. Elek József a révkomáromi Seje János gimnáziumban tanít. Ő a szlovákiai magyar történelem tankönyv társszerzője. József szerint a tankönyv szlovák nyelvű párja nagymértékben eltér a magyartól. Ez egy szlovák történelemkönyv a harmadik osztályosok számára, a gimnazisták számára. Mekkora szerepet kap ebben Trianon említése? Valójában itt találjuk meg egy nagyon hosszú fejezetben arról, hogy Szlovákia területeiért milyen küzdelem zajlott, és ebben egy mondat, hogy a magyar-szlovák határvitát a trianoni béke zárta le. Teljesen objektíven, ennyit, egy mondatban. Semmi mást a békeszerződéssel kapcsolatban nem fejt ki, utána már inkább csak a szlovák-lengyel határról van szó. Tehát nem tulajdonít olyan fontos dolgot ennek a békeszerződésnek, mint mi. Ugyanolyan problematikus a bécsi döntés időszakának megszövegezése is. Hogyha most az egészet elolvas egy szlovák diák, akkor az fog lecsapódni belőle, hogy ezek a huncut galád terjeszkedő magyar hadsereg volt a hibás, és mi csehszlovák hadsereg pedig az igazság bajnokai vagyunk. Szlovákiában a történelmet negyedikben már nem oktatják. Ráadásul nem kötelező érettségi tantárgy. Egyetért azzal, hogy Szlovákiában azért kevésbé hangsúlyos a történelem oktatás, mint Magyarországon? Szerintem ennek megvan a maga oka is. Tehát azért, hogy ne legyenek annyira tisztában a történelmi eseményekkel. Mert hogyha tisztában lennének, és komolyan venné minden szlovák történtanár, és akkor lehet, hogy a szlovák diákban is felmerülne egy gondolat, hogy esetleg másképp van ez, mint ahogy azt a mások emberektől hallottuk. Nem hiszem, hogy bármikor is megváltozna a helyzet ezzel kapcsolatban. Jobb a tájékozatlanság? Lehet, hogy jobb a tájékozatlan ember ebből a szempontból. U nás existuje také jedno príslovie, aj pesnička je o tom, že my sme národ holubiči. A možno, že dosť to charakterizuje nás Slovákov, že myslím, že my sa veľmi ľahko prispôsobíme. Mm-hmm. Není u nás možno taký vzdor, možno aj taká, nie že hrdosť, tá hrdosť je, ale možno to z tej minulosti, že Slováci v podstate nikdy neboli národ, ktorý sa nejak rozpínal. Mm-hmm. Väčšinou žili na tom svojom území a väčšinou iné národy prichádzali a okupovali nás. Magukat ugye úgy tekintik, hogy ilyen galamblelkű nép, aztán mégis ahhoz képest a gyakorlatban sokkal kevésbé ismerik el a magyaroknak a nemzetiségi törekvéseit, mint mondjuk szerintem a románok, tehát ha mondjuk össze kell hasonlítani. Itt ugye most nagy téma ez a kétnyelvű feliratok kérdése. Abszolút nem megértőek azzal kapcsolatban, hogy a magyarok szeretnék magyarul is kiírni a dolgokat. A kétnyelvű Dél-Szlovákiáért mozgalom több tucat névtelen fiatal magyar aktivistából áll, az arcukat nem vállalják. Egyiküket sikerült megszólaltatni. Az ügy a dél-szlovákiai magyar nyelv egyenjogúságának kivívása és a diszkrimináció megszüntetése. Elsősorban a kétnyelvű feliratok használatáért küzdenek a magyar lakta területeken. Plakátokat nyomtatnak és útjelzőtáblákat készítenek, de ha kell, vasútállomásokat kétnyelvűsítenek és újítanak fel. Honnan szereztek pénzt az ilyen akciókra?
nagyon sok olyan egyén van, aki szívesen támogatja a mi ügyünket, illetve idő után már a vállalkozók is becsatlakoztak ebben. Az egynyelvűség, tiszteletlenség, ez egy többnyelvű ország. Ez a szlogán? Igen. A matricának ez volt akkor a szlogánja. És volt erre egy szlovák ellenmatrica, na szlovenszku, poszlovenszki, vagyis Szlovákiában szlovákul. A 95-ös nyelvtörvény végrehajtása vezetett egy ilyen közhangulathoz, amikor tényleg egy magyar felirat is már az állam elleni támadásnak számított, uh-huh. És akkoriban nagyon sokan rászoktak, hogy egyszerűbb és biztonságosabb, hogy minden csak szlovákul írunk ki, abba senki nem köt bele. A szlovák társadalom nagy része ellenségként, illetve negatívan áll ezekhez hozzá, és valamiféle burkolt irredentizmus, televizionizmus lát az identitás megőrző törekvésekben. Ezért egy olyan taktikához folyamodunk, aminek az a lényege, hogy intenzív kommunikációt folytatunk a szlovák médiában is. Ami az emberi jogokat illeti, nem csak a nyelvhasználat kérdése az, ami tisztázatlan. Ilyen a kettős állampolgárság ügye is. Boldogi Olivér egyike azoknak, akiket a szlovák állam megfosztott a szlovák állampolgárságától. 2011 őszén nagy volt körülötted a hírverés, mivel megfosztottak a szlovák állampolgárságottól. Annak következtében, hogy bejelentetted, hogy igényelted a magyart. Ez egy tisztelgés volt az őseim állampolgársága előtt, a családom történelme előtt, története előtt. Egy ilyen puding próbálja az evés. Akkor most tényleg mennyire nem szeretne kipennünket? Milyen messze képesek elmenni most a 21. században, hogy minket úgymond megbüntessenek, és mennyire tisztelik ennek az országnak az alkotmányát. Többször kérték tőlem az irataimat, a rendőrség kint volt nálam személyesen, és a házhoz jöttek, rengettek, kérték, hogy adjam le a papírjaimat, én ezt elutasítottam, szóban kérték, levélben kérték, stb. Az egyetlen gyakorlati kellemetlenség az volt, hogy nem tudtam választani. Tehát márciusban elmentem a szavazóhelyiségbe, és nem tudtam leadni a voksomat, és ez nekem akkor nagyon fájt. A személyes fájdalomtól függetlenül a helyzet továbbra sem megoldott. Ugyanígy érzékeny az autonómia kérdése is, a szlovák fél számára mindenképp. Amikor arról beszélünk, hogy önrendelkezés, a démoni szóval mondva autonómia, ezt a szádra neved, akkor egyenlő Pécsi döntés, tehát egyenlő az ország feldarabolása. Čo si myslíte, že prečo je koncepcia autonómie na Slovensku problematická? Na slovenskom juhu žije okolo 450 tisíc občanov maďarskej národnosti. Je tam niekoľko Nemcov, niekoľko Srbov. A pre mňa je to otázka, keď je tam milión Slovákov, ako by bolo možné v rámci takéhoto pomeru občanov medzi Slovákmi a menšinami zriadiť autonómiu na území suverénneho štátu suverénnemu občanovi Slovenskej republiky, už či je Slovák, či je Maďar, či je Žid, či je Nemec, keď má prakticky až duplovanú občiansku prevahu. Takzvaná kultúrna autonómia, za ktorú sa, teda, alebo ktorou sa prekrývajú tieto iniciatívy, to tu vlastne existuje. Tu vzniká často taká pomýlená predstava, že vlastne tí Maďari stále prichádzajú s nejakými požiadavkami. A čo by vlastne všetko ešte nechceli? Prečo by sme im my, Slováci, mali dávať na ich kultúru, na ich školstvo a podobne, čo je samozrejme celé nezmysel. Oni si platia rovnako dane ako Slováci. To, čo dostávajú, dostávajú za svoje dane. Nie z toho, že by sme im my, Slováci, niečo z našej milosti dávali. Čo je podľa vás dôvodom tejto pomýlenej predstavy? No, predovšetkým to, že tu vznikla ilúzia, akože my sme si založili slovenský štát, že konečne tu budeme pánmi my v tomto štáte. My nie sme v tomto zmysle národný štát, my sme multinacionálny štát, pretože 20% obyvateľstva tejto krajiny sú ľudia inej národnosti než slovenskej. Kireháruln ez a nagy feladat, megtenni ezt az első lépést, ami nem olyan nehéz. Állítom, hogy nem olyan nehéz, mert azért ne felejtsünk egy nagyon fontos dolgot. Szlovák-magyar kapcsolatot, ha végelemezzük, nincsenek etnikai sírok. Myslím si, že už je naozaj čas, aby sme tú históriu začali chápať pravdivo. Aby sme už vyrástli z toho
19. storočia, keď každý uprednostňoval ten svoj národ nad iný národ. Aby konečne začala komunikácia medzi Slovákmi a Maďarmi, lebo to je strašne nešťastné, že sa nepoznáme, nekomunikujeme a že my sme sa úplne odpojili ako pupočnú šnúru, keby sme odstrihli od tej našej spoločnej histórie slovensko-maďarskej. My, Maďari a Slováci, máme veľmi podobné zmýšľanie, máme spoločnú, dosť podobnú kultúru, aj ľudovú kultúru, trebárs, zvyky, tradície, ale aj kuchyňu. Keby sme porovnali aj kuchyňu, tak nájdeme veľa spoločnosti. Oveľa viac ako s Čechmi napríklad. Jediný problém je jazyk. Nekem nagyon rossz lenne, tehát én nem tudom elképzelni, hogy ne tudjon magyarul. Sőt, még így is sokszor van az, hogy például neki nem tudom megmutatni az én kedvenc magyar verseimet, mert nem érti, tehát annyira nem tud jól, és ez nekem rossz. Szóval vannak érzékeny pontok, ilyen például Janko nagymamájának nemzeti hovatartozása is. Ha kérdezett a nagymama gyerekei, az én anyukámat és testvérei, biztos nem mondják, hogy nagymama magyar volt. Hát magyarul beszél, de szlovák volt. Igen, ezzel nagyon sokat veszekedtünk az első időben, hogy ő is azt mondta, hogy az én nagymamám nem magyar. Ő csak tud magyarul. De a nagymama maga mondta, hát, hogy ő magyar, de hát, nem. Hát szerintem nagymamám Szegi uhorka volt. Szegi Erzsébet. Jó, de... Uhorka, ez nem lehet mondani, mert ez az identita nem volt olyan... Klára, de ő maga azt mondta, de nekem többször mondta, hogy az ő családjukban mindenki magyarul beszélt, és csak a szolgáló volt, a cseléd volt szlovák, ezt mondta. Mert ő egy polgárcsaládból származott. De kérdezted, hogy ki vagy te, magyar vagy szlovák? De ez egyértelmű, tehát miért lenne szlovák, ha mindenki magyarul beszél? Akkor érted? Nem mindenki magyarul beszélt, vegyes volt. De nem, az ahonnan ő származott az ő családjában. Beszéltek szlovákul, németül is beszéltek. Jó, de az anyanyelvük, amit használtak a közösségén. És akkor ti minek tartjátok magatokat? Én magyarnak. Én szlovák vagyok, szlovák leszek.